nem könnyítette meg az időjárás, a családlátogatásokat és az egyéb utazásokat karácsony második napján. Ónos eső és havazás is nehezítette a közlekedést, ezúttal főként a déli megyékben. Éjjel azt mondják, hogy újabb csapadékzóna érkezik, megint lehet komolyabb ónos eső, emiatt a délkeleti tájakra piros figyelmeztetést adtak ki, hogy láthatják itt a térképen is mellettem. Vigyázzanak az utakon, mert ma is voltak balesetek. Árokba borult autókhoz hívtak segítséget országszerte. A Miskét és Kalocsát összekötő úton egy terepjáró csúszott az árokba. Két utas közül az egyikük könnyebben megsérült. A Jeges úton csúszott meg ez az autó is, ami árokba borult Kiskörös közelében. Kalocsa irányából haladt, amikor a jármű a Jeges-Latyakos úton irányíthatatlanná vált. Információink szerint az autóban 6 utaztak, 3 felnőtt és 3 gyerek. 2 felnőttet a mentők a kiskunhalasi kórházba szállítottak. Csongrád-Csanád és Békés megyében is az éjszaka hullott ónos eső miatt többfelé jegesek és csúszósak voltak az utak. Az M1 tudósítói folyamatosan járták az országot azért, hogy beszámoljanak a legfrissebb eseményekről. Az M44-es 2x2-sávos gyorsforgalmi úton egy személyautó hátulról ütközött mentőautóval. Az elsődleges információink szerint egy könnyű sérültje van ennek a balesetnek. Míg az ország középső és délkeleti részében az ónos eső, délnyugaton a havazás okozott közlekedési nehézséget. Ezeket a felvételeket egy nézőnk készítette a 67-es gyorsforgalmi úton, ahol a reggeli órákban több centiméter hó és hókása borította az aszfaltot. Órákon át sűrűn havazott, az autók nehezen, egyes helyeken csak lépésben tudtak közlekedni. Ez pedig már az M7-es balatoni szakasza, ahol folyamatosan jártak a Magyar Közút hókotrói és sószórói. A nézői felvétel jól mutatja, hogy volt mit eltakarítaniuk, azért, hogy a közlekedés akadálymentes lehessen. De a folyamatos havazás és a fagypont alatti hőmérséklet miatt így is sok helyen csúszott az út burkolat. Emiatt baleset is történt Kőröshegy térségében. A Magyar Közút egyébként éjjel-nappal 12 órás váltott műszakban végzi a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat. Nem csak biztonságosan haladni, útnak indulni sem volt könnyű. Azokat az autókat, amelyek az utcán töltötték az éjszakát, jégpáncél fedte reggelre az ónos eső miatt. Még jégoldóval sem sikerült először a jeget föltörnöm, ahogy egy kis részen sikerült megkarcolnom utána a jégpáncélt, utána nagy nehezen apránként centiről centire sikerült a jeget fölkaparnom, de egy 20 percbe telt, mire körbeértem az autón. Annak ellenére, hogy az ország egyik felében havazott, míg a másikban ónos eső esett, a legtöbb helyen mégsem fagytak le az utak, a városokban jobbára akadálymentes volt a közlekedés, és a peremterületeken sem mindenütt alakultak ki csúszós utak. A meteorológusok szerint ennek a korábbi napok enyhe időjárása az oka. Az elmúlt napok enyhe időjárásának köszönhetően a talajban némi hő raktározódott el, és tulajdonképpen emiatt elsősorban azok a felületek, ahol különböző beton vagy éppen aszfalt felületek kevésbé fagytak le, hiszen 0 és mínusz 1 fok között volt jellemző a hőmérséklet, most nagy területen mínusz 1 fok körüli értékek jellemzőek, de éppen ez a tartalékhőnek köszönhetően nem történt olyan komoly lefagyás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint további ónos esőre lehet számítani a Délalföldön, míg a Dél-Dunántúlon kedden további havazás várható.